Harmadik alkalommal kelt útra az Isonzó Express. A Honvédelmi Minisztérium, az Indóház Közlekedési Lap és Könyvkiadó, a Nagy Háború Kutatásáért Közhasznú Alapítvány, a Budakeszi Kultúra Alapítvány és a MÁV Nosztalgia Kft. Közös szervezésében indított különvonat idén is az egykori első világháborús csatatereket járta be. A kelenföldi pályaudvaron várakozó utasokat a Magyar Honvédség központi zenekara szórakoztatta, míg be nem gördült az Isonzó Express több mint 10 kocsis vonata. Röviddel azután, hogy a szerelvény elhagyta Budapestet, az átalakított kocsikban megkezdődtek a különböző kulturális programok. Az Express résztvevői így kedvükre választhattak történelmi előadások, hagyományőrző bemutatók, valamint Csík János és barátainak muzsikája közül. Idén a korábbi alkalmaktól eltérően új úton járt az Isonzó Express. A Nosztalgia vonat szervezőinek köszönhetően az utasok megismerhették az osztrák Semmering hágót, ahol a világ első magashegyi vasútvonala húzódik. Mialatt szerelvényünk keresztül szelte a csodálatos tájat, utastársainkat várakozásaikról kérdeztük. Hihetetlen gazdag program, és most az egyik előadást éppen, hogy meghallgattuk, hát rengeteg pótolnivaló tudás, de régi emlékek is jönnek föl. Elsősorban információszerzés, mert holott ugyan ezt annak idején iskolás szinten mindenki tanulta, legalábbis tanulnia kellett volna az első világháború történetét. Én inkább második világháborút tartottam kedvenc időszakomnak, hogy abban mélyedtem el jobban, tehát nincs annyi információ erről az időszakról, amennyit szeretnék, ezt most tudom bővíteni. Illetve természetesen a szlovén tájaknak a szépsége, szóval Szlovénián többször keresztül utaztam, de soha nem álltam meg jellemzően. Viszont tudom, hogy nagyon gyönyörű terület az, amelyet meg fogunk látogatni, úgyhogy ez, ami érdekelne. Ami legjobban érdekel, ez a nyitott hat történeti múzeum, ugye a megőrzött lövészárkok, stb. Ez mindenképpen. Másrészt azért ez egy kisebb nyaralás is, hogyha úgy beszélünk. Én a tájra vagyok kíváncsi, ugye mennyit hallgattuk még általános iskolás korunkban is a doberdói harcteres katonadalokat, és igazából, hogy milyen az a doberdó fennség, az érdekel. Az osztrák-szlovén határnál található Jesenice állomáson dr. Kövér László, az országgyűlés házelnöke, és kollégája Mirán Prlez, a szlovén nemzetgyűlés elnöke is felszálltak az expresszre, hogy annak utasaival együtt érkezzenek meg Moszna-Szocsiba. A vadregényes táj kellős közepén található patinás állomástól nem messze terül el a modrejcei temető, ami több mint 200 katona örök nyugalmát őrzi. Dr. Kövér László a temetőben tartott központi megemlékezésen kiemelte, a modrejcei megemlékezésnek milliónyi oka van. A közös cél pedig a megemlékezés a sok millió áldozatról, és köztük arról a 600 ezer magyar katonáról, akik közül 40 ezeren a mai Szlovénia területén estek el. Az 1914-ben kitört háború volt az első globális háború, amelyet a korabeli propaganda cinikusan úgy nevezett, hogy a háború, mely véget vett minden háborúnak. Egy évszázad távlatából tudjuk, hogy az első világháború nem vetett véget az öldöklésnek, hanem éppen ellenkezőleg mutatított egy újabb pusztító világégésnek, mert a háború végén olyan békét alkottak, mely a valóságban éppen a tartós béke lehetőségét lehetetlenítette el. Az utókor számára minden háborús ember életáldozat oka főhajtásra, az emlékezésre és a tanulságuk levonására. Az első világháborús európai önpusztítás egyik legvéresebb csataterén, az Isonzó völgyében nyugodjanak békében a hazájuk szolgálatában hőssé vált katonák, és emlékük minden nemzetben éltesse a megbékélés és az egymásra utaltság gondolatát. Szlovén kollégája beszédében elmondta, hogy az osztrák-magyar monarchiát elsősorban magyar katonák védték, akik számos szlovén és más nemzetek katonáival együtt éppen ezeken a csatatereken leltek végső nyugalomra, maguk mögött otthon pedig ürességet és szomorúságot hagyva.
A közös koszorúzást követően dr. Kövér László és Mirám Glez közösen keresték fel a temető északnyugati sarkában található, a sírkertben egyedülálló módon névvel is ellátott Hollósi Károly hadnagy sírkövét. Az esti órákban gördült be a szerelvény Novagoricába, avagy monarchiás nevén Görcbe, olasz nevén pedig Goríciába. Másnap kezdődtek a vonatudasaiból összeállított csoportok programjai. A résztvevők egyik fele a szlovén Kobarid felé, a másik fele pedig az egykori olasz csataterek felé vette az irányt. Novagorica szélén található a Szolkánhíd, amely a Szocsa folyó, avagy olasz nevén az Isonzó felett ível át. 220 méteres hosszával a világ leghosszabb vasúti kőhídján 1906-ban haladt át először vonat, fedélzetén a monarchia trónörökösével Ferenc Ferdinánddal. Legendák szerint az építész a feszült várakozás közepette revolvert tartott a saját fejéhez, mondván ő sem akar élni, ha a híd összeomlik. A kőépítmény végül jól vizsgázott, és az első világháborúig büszkén állt a méregzöld színű folyó felett. Ám 1916-ban a monarchiás katonák felrobbantották, hogy megakadályozzák az ellenség bejutását az Isonzó völgyébe. A nagy háború lezárása után az olaszok előbb fémszerkezetet húztak fel, majd a régi romjain egy új kőhíd felépítésébe kezdtek a 20-as évek második felében. Kobarid, avagy ahogy az olaszok nevezték, Caporetto sorsfordító ütközet színhelye volt. A 12. isonzói csata alkalmával az osztrák-magyar monarchia német csapatokkal kiegészülve hosszú évek álló háborúja után 1917. októberében áttörte az ellenséges védelmi vonalakat és visszavonulásra kényszerítette az olaszokat. Az egykor őrült csatazajtól hangos környék ma már csendben némán suttogja el történelmét az ide látogatóknak. A város egyik legnevezetesebb pontja az a múzeum, ahol minden kiállított tárgy és relikvia a Kobaridot körülölelő hegyekből és völgyekből került elő. Az egykor új egyenruhák, felszerelések és személyes tárgyak elgondolkodtató és megdöbbentő felismerésre sarkalják a turistákat. A törött üvegből valaki ivott, a fosztásnak indult bakancsot valaki hordta, a fegyverrel valaki harcolt. Mind-mind emberi történetek és tragédiák örök mementói. Kobaridtól északra található a Cluj-i erőd, amelynek eredetiét még az 1600-as években építették Napóleon seregei ellen. A 17. századi csatározások során az erőd szinte teljesen megsemmisült. Az 1800-as évek végére azonban az osztrák-magyar monarchia újraépítette, és ezután mind az első, mind a második világháborúban is alkalmazták katonai célokra. A térség egyik kiemelkedő pontja az 1140 méter magas Kolovrat-hegy, ahol egy szinte teljesen restaurált olasz védelmi állást tárult az Isonzó Express utasai elé. Az egykori lőréseken túl, a völgy oldalán magasodó hegyeket megpillantva ma már nehéz elképzelni, hogy 100 éve a magaslatok között ádászharcok dúltak. Amiért a Kolovrat nekünk fontos, és ide fölhozzuk az ajándékokat az Isonzó Expressről, az azért fontos, mivel erről a pontról be lehet látni a magyar állásokat, ugye szemben a Mőzlövőrnek a hegytömbjét, le lehet látni a Szveti Máriára, a Szelszkivőrre. Tehát innen el lehet magyarázni azt, hogy hogy húzott a magyar védelem, hogy indult a támadás, tehát ez igazából nekünk egy kilátópontként fontos. Az itt folyt harcok során két később híres katonai vezetővé váló ifjú tiszt is bebizonyította rá termettségét. A Kolovrat, Gerinc Kolovrat csúcs, ez arról nevezetes, hogy 1917. október 24-én, igazából 25-én a 12. isonzói csatában Rommel főhadnagy harccsoportja itt hajtott végre egy sikeres támadást. Mi magyarok nagyon büszkék lehetünk Bertalan Árpádra, aki egy hasonló hőstetet hajtott végre, mint Rommel. Igaz, hogy még Rommelnek körülbelül olyan 300 katonája volt, ugye 200 század gyalogos és 100 század géppuskása.
addig Bertalan Árpádnak 15-20 katona volt a járőrébe, de eredményességét tekintve elérte Rommel teljesítményét. Az egykori állások körül korhű egyenruhákban várakozó hagyományőrzők közelebbről is bemutatták, hogy miként is élhettek és harcolhattak a magyar katonák az Isonzó mentén. Jászdi Balázs hagyományőrző főhadnagy és a Magyar Tartalékosok Szövetsége hagyományőrző tagozatának szakemberei ismertették mind a közelharc fogásait, mind pedig a térség csatáit meghatározó tüzérségi fegyverek működését. Mint elhangzott, egy-egy ilyen haditechnikai eszköz lőtávolságát tekintve akár 8 kilométerre lévő célt is el tudott érni. Az Isonzó Express történelemidéző útjának résztvevői a következő napon a háború olaszországi hadszíntereit keresték fel, ám előtte látogatást tettek a szlovéniai Cerjedom csúcsán magasodó kilátónál, ahonnan ellátni egészen az Adriáig. A kilátó után a különvonat immáron buszokon utazó utasai felkeresték a Foljánóban elterülő osztrák-magyar temetőt. A sírkertben több mint 14 ezer katona nyugszik. Mindössze pár száz méterrel arrébb, Redipúja településen állít emléket az olasz katonáknak a Benito Mussolini nevéhez fűződő monumentális emlékmű. A háború után részben politikai népszerűség, részben pedig az elesett hősi halottak előtt való tisztelgés okán a Duce olyan emlékművet emeltetett, amely az egész harmadik olasz hadseregnek több mint 100 000 katonának ad végső nyughelyet. A végtelennek tűnő sorok közt olvasható prezente, azaz jelen felirat arra utal, hogy az olasz katonák névsorolvasáskor jelentkeztek elveszett bajtársaik neve hallatán is, mondván a hősi halottak lelke az élőkkel együtt tovább harcol. A Monte San Michelén található magyar állások múltját hadtörténészek segítségével idézték fel az Isonzó Express résztvevői. A Doberdó fennsíknak a meghatározó magaslati pontja 275 méteres magaslat volt, és az első világháború idején a legsúlyosabb harcok itt folytak ennek a magaslatnak a védelmében. Magyar ezredek védték ezt a magaslatot. 1915 nyarán, amikor az osztrák-magyar hadvezetőség látta, hogy az olasz támadásoknak a fő iránya itt, ide a Vipak völgyébe irányul, akkor, és a Doberdó fennsíknak az elfoglalás az egyik céljuk, akkor vezényelte át ide a 7. hadtestet, és 1915. július 7-én vett át József főherceg a hadtestnek a parancsnoka ennek a területnek a védelmét, és az ő irányításával egészen 1916. augusztus 9-éig folytak itt a harcok, és 9-éről 10-ére viradóra kellett kiüríteni a fennsíkot, amikor a tőlünk északra található Görcnél sikerült áttörniük az olaszoknak, sikerült Görcöt elfoglalniuk, és fennállt annak a veszélye, hogy az olaszok az itt harcoló osztrák-magyar csapatok mögé kerülnek, és esetleg bekerítik és hadifogságba ejtik az itt harcolókat. József főhercegről azt kell tudni, hogy nagyon a szívén viselte a katonáinak a sorsát, és magyar érzelműnek vallotta magát, ezt nyilvánosan is megtette, és sokszor saját maga is, személyesen is meg akar győződni arról, amiről itt a jelentéseket hallotta. Sokszor járt itt a San Michelén is. A saját szemével is megtapasztalta, és ami legfontosabb számunkra, az utókor számára, hogy ezt meg is örökítette. Nagyon gazdag, adatgazdag naplót vezetett erről, és napról napra, van, amikor szinte percről percre nyomon lehet követni az itt folyt harcoknak a történetét, és ez egy nagyon fontos forrása az itteni eseményeknek, és hát ebből nagyon jól megismerhető az a pokol, ahol a korabeli Magyarország területéről szinte minden honnét kerültek ide magyar katonák, és a legmostohább körülmények között védték az akkori közös hazát. Schönburg alagútnak a keleti kijáratánál állunk,
amelyet az osztrák főhercegről neveztek el, és 1915 végén, 1916 elején építettek. Azt a célt szolgálta az egész építmény, hogy a katonák a hátsó mögöttes területekről akadály nélkül eljutassanak az első vonalba, utánpótlás, vizet, élelmet, lőszert tudjanak szállítani nekik. A hatodik isonzói csata során az olasz támadók többnapos tűzérségi előkészítéssel kezdték meg az offenzívát. Erejük olyan elsöprő volt, hogy az alagút előtti első vonalakat fél óra alatt elfoglalták. Hamarosan az alagút mindkét bejárata körül olaszok voltak, így a védekező magyarok berrekedtek. El lehet képzelni azt, hogy mit élhettek át ezek a katonák, akik egy vizelettől bűzlő, zárt üregben, barlangban vannak bezárva, ahol füstgomolyog, ahol a sebesültek fekszenek, ahol a halott bajtársakat nem tudják kihozni, és ugye ott van a nagy bizonytalansági tényező, hogy nem tudják, hogy mi van velük. Végső elkeserésük a vizeletekből sarat tapasztottak, és azzal próbáltak meg minden rést eltömni, hiszen az olaszok mindent megtesznek azért, hogy kifüstöljék őket az alagútból. A támadás estéjén az olasz katonákat visszavonják a térségből, ezzel reményt adva a magyaroknak. Ám a Doberdó fennsík sorsa ekkorra már eldőlt. Görc városát elfoglalta az ellenség, ezért az osztrák-magyar monarchia parancsnokai úgy döntöttek, felhagynak a térség védelmével. Az utolsó, hazaindulás előtti napon fakultatív programok közül választhattak a nosztalgia járat résztvevői. Voltak, akik inkább pihenéssel zárták a zarándokutat, de voltak, akik az utolsó alkalmat is megragadták, hogy további történelmi helyszíneket kereshessenek fel. Az olasz-szlovén határt átlépve a csoport első útja Monfalconébe vezetett. Az olasz városka szélén magasodó domb tetejére jeltelen ösvény vezet fel, ahol először a sziklás út egyik, majd mindkét oldalán feltűnnek az egykori állások. A kőből és betonból épített védművek azt sejtetik, hogy akik ezeket megépítették, hosszú évekre terveztek. Elgondolkodtatók, az itt szolgáló katonák kézjegyét viselő vésetek és emléktáblák, amelyek arra emlékeztetnek, hogy ezekben a kacskaringós lövészárkokban emberek éltek, harcoltak és haltak meg 100 évvel ezelőtt. Külön érdekességnek számított, amikor az utasokat szállító buszsofőr felhívta a figyelmet egy elfeledett osztrák-magyar monarchiás katonatemetőre Palmanova mellett. A gondozatlan sírkertben nem egy magyar nevet is találni. A váratlan lehetőséget kihasználva a különjárat résztvevői nemzeti színű szalagokat helyeztek el a temető központi emlékművénél. A nap, s ezzel az Isonzó Express utolsó pontja Vizintinibe vezetett. A mindössze pár háza alkotta falu igencsak különleges számunkra, hiszen a magyar katonák itt kezdtek el megépíteni egy apró kápolnát, hogy legyen hol imádkozniuk elesett bajtársaikért. A háború alakulása miatt már nem fejezhették be, és a területre érkező olaszok évtizedeken keresztül istállóként használták a három falu félkész épületet. Azóta már családi házak veszik körül a 2009-ben felújítás után átadott magyar kápolnát, ahol rövid megemlékezéssel adóztak hősi halottaink tiszteletére. Az ötnapos történelemidéző program végén az Isonzó Express megindult utasaival hazafelé. Mind a résztvevők, mind pedig a szervezők szemében sikeresnek bizonyult az út. A szervezőknek szent meggyőződése az, hogy egy út iránti érdeklődést csak akkor lehet fenntartani, hogyha mindig egyre több a hozzáadott érték az útban. Ez jelenti azt is, hogy a tapasztalatok alapján, tehát a kifejezetten utazásszervezési kérdésekben minden flottul megy. Pontosan előállnak a buszok, tudjuk, hogy mikor, hova, melyik csoport megy és keres fel helyszíneket, képzettek és tájékozottak az idegenvezetők, és így tovább, és így tovább. Mind az olasz, mind a szlovén hadszíntér számos olyan helyszínt biztosítana a számunkra, amit föl tudnánk keresni, de nem ilyen nagy létszámban. Ezen a vonaton 451 utas volt. Ennek a 451 utasnak a eljutatása egyszerre egy-egy helyszínre megoldhatatlan. Figyelembe kell venni a szűk keresztmetszeteket, hogy például a javorcai kápolnához csak 20 fős buszok mehetnek fel. Meg kell teremteni annak a lehetőségét, hogy rotációban, egymást követve, egymást váltva a helyszíneken jelenjenek meg a zarándokok.
azok a tartalmi vonatkozások is nagyon fontosak a megítéléseim szerint, hogy például fönt a Kolovrát gerincen Jászdi Balázs főhadnagyúr jóvoltából és a katonái jóvoltából a hagyományőrzők egy olyan kézitussal bemutatót tartottak, és a Skoda ágyúnak az elsütése révén egy olyan élményt nyújtottak az utasainak, ami eddig nem volt. Mindig akkor távozom, vagy utazom el egy helyszínről fájó szívvel, vagy érzelmekkel feltöltődve, hogyha a fájó szívvel hagyom azt ott. Ez az út nagyon jó volt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, és az utasok örömmel az én örömmel is. Az út az nagyon tetszett, ugye mi már másodszor vagyunk itt, az első úton voltunk, ahhoz képest sok minden javult. A nagyapám a Doberdón harcolt, és egy szilánk kivitte az egyik szemét. Tehát a jobb szemére megvakult. Azt is megértettem, hogy miért volt ő olyan mogorva, és miért mondta a nagyanyám azt, hogy mennyire megváltozott, miután hazajött a háborúból. Nagyon jó szervezet, jó gondolat, tényleg aki ezen az úton részt vesz, az azért egy kicsikét a hazájára is másképpen gondol. Jó érzés volt, hát ezért is jöttünk, hogy újból egy kicsit, és nagyon elismerjük egyébként ezt az egész nosztalgia vonatnak, ezt a misszióját. Sok-sok ember, sok család, gyerekek és unokák is eljönnek, és kicsit tudatosul bennük az, hogy mi történt. Ez a szegény kis ország mennyit veszített. Kimegyek a doberdói harctérre, feltekintek a csillagos nagy égre. Csillagos ég, merre van a magyar hazám, merre sírom. Engem az én.